Szevasztok srácok, Pacsi, hello, szea, üdvözöllek. Ez ismét egy ilyen zörgetős szajré, ugyanis köcskúszra fogunk lecsörögni, méghozzá a Real Gamers hónajszaggató megmozdulásra, úgyhogy tartsatok velünk! Köszi, mi a véleményed, hogy mész köcskúszra? Semmi. Legújabb cimborámat. Hallod? Figyelj már! Nincs egy cigid! Csap ki egy tüzet, te állat! Hallod, de milyen fuksza van oda néz? Ah, de menő a gyerek! Time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Gyerekek, itt vagyunk Kecskeméten, és az asszony pont mondja, hogy én itt nagyon jól érezném magam. Gyerekek, Kecskemét az automosók kámaszútrája. Az automosók fellegvára. Hol ír csillagfény, 5 méterenként automosó, non-stop, nyitva van éjjel-nappal. Ide akarok költözni, bazd meg! Mert az autót én két naponta sikálom, és polírozom fölfele. Ilyen-olyan idél, viaszolás. Igen, meg szuperpáveres, ilyen mosó, meg így olyan van. Szer. Így meg van, így van. Polírozás, az meg kifényesítés. Mekkájába érkeztünk, kár tagadni, gyerekek. Vagyunk a izébe. Hogy hívják? Mi ez? Backstage. Backstage-be. Backstage-be vagyunk. Itt van mindenki. A fontos teste. Gyerekek, a mai este. Kár tagadni most, én is hát először is engedjétek meg, hogy bemutassam nektek az inzultálás feketeöves nagymesterét, a gémerek püspökét, Zsozi atyát! Üdvözlöm atyám, kérlek ide ő, minél közelebb legyek az isteni szférához. Hello, hello! Az inzultálás nagymesterek komolyan? Kirúgjam a lábad. Normális vagy. Rendben. Az utolsó kenetet felkentem. Én felkenem mindjárt neked. Nem fejezem be. Emlékezz, amit hátul beszéltünk. Oda jött hozzám. Azt mondja, Zsuzsi, ma ne alázz meg mindenki előtt, kérlek. Mondom, Robi, ez csak rajtad múlik, de itt már ez elbukott, Robi. És úgyhogy üljél a hátadra, és szédni fogsz égni a mai napon. Köszöntsétek Radics Petit! Van bula, van a Marusz alatt. Jó, az a jó egyet. Az a jó hír, hogy a Marusz nem ezen a kanapén. Az nagyon jó. Mai tipikus gyerek, igen. Na, következünk, másik csapatban egy valakit szeretnék. De bár ők mondtak valami értelmeset, mert azt mondta, hogy közel volt. Na, gyorsan. Te
Tényleg van amúgy biztonsági szolgálat? Igen. Sír, szomorú. Sír, szomorú. Sír, ásír. Sír! Nem sír. Szomorú. Kusson. Szomorú. Folyton beszél. Én mutatom a test közben. Szamurán. Fűz. Szomorú fűz. Így van! Szomorú fűz. Jó, szép vagy. Okés. Most az lesz, fiatalember nagyon elszántam. Igen. Lelkesedés, nem látom a lelkesedést. Portás nénit nem lehet ott föntről. Én nem tudom dönteni. Ez a csomboló. Várki választ. Csak arra az a lábát. Mondj egy szót. Papapucs, vagy mi valami ilyen? Mi már kimondtunk, de semmi. Azért az vicc, hogy a Nessai kimondta 2 perce már egyébként. Hát nem a mikrofonlás még. Barbuzál is le maga. Köszönöm szépen a segítséget, is köszönjük velem a fiatalember. Valamint a barátkor. Kérlek, Zsozé, gyerekek is vannak. Az erőszakot mutatott meg. Nézd meg ezt a vizuális környezetszegyezést, és te mondod, hogy gyerekek vannak így romolyan. Sír. Szilveszteri héten, bőrös, Zsozé. Na, jobban tudod, mint én. Ah, persze. Bőrös, mi az? Más szóval. Más szóval. Annyit segítek, hogy kezdődik, mint azt mondanám, hogy szaftos. Úgy kezdődik, mint azt mondanám, hogy szaftos. Gyerekek, kiírta ezeket a címét? Hát ezt magamnak kell vállalnom. Kimondtam. Szafaládé. A válasz helyes! Szafaládé! Nagyon szép! Sok erős ember együtt megventik világ Fekete Laci. Fekete Laci összeveszik a szomszédokkal. Szeretném ezt odaadom és ott volt. Erőt valahúz, csak ki a csöcseid a színpadon. A kedvenc szavam nem cserélheted le. A búza. Lominak a kedvenc szava. Ez nyelvtan középiskolai könyvekben. Most miért sem pattál le Nessai? Indíthatjuk az órán. Hát adja, hogy mi legyen. Neki futás. És azért rúg már lemondnak, bazdori behalod. Ez pedig, most figyeljetek, a gőzpöfögészet itovaloködött. Ez mi a fasság, te? Ez a Ez a nyolcadik Ferenc, tudod a nyelvújítás. Nagyon jól tudod, Robi, ügyes vagy, megint lediplomázd, ne ülj a hátra. De érted, Dávid tudja. Ez kiírta föl, hogy ott kapott volna szívinfarktust. Ez a nyaktekerészeti melfekvés. Ezt nem hiszem! Kiúszta meg. Ennyi hallott nyaktekerészeti melfekvés. Most ott kapott a teszem. Jó, megvan! Ennyi, mi van? Még nem csináltuk, mi van? Halló! Jó, Zsuzsi, majd beláttam a kapit. Igen, ez a kifejezés a kettő barátok. Egyébként igen, ez igaz. Úgyhogy ennyi. De Zsófé, tényleg, hogy nem látom. Zsófé, leérettség. Esküszöm. Nem érettségi szerintem. Ez olyan új a cipőt, az még szőrös a talpa. Ilyen jó fizet a YouTube, vagy mi van? Igen. Tök mindegy, ezt a pontot elkérik mi is úgy, ahogy ő. Mi van? Másik kedvenc szó. Ez mi a bár? Radics Peti ASMR. Ezt láttad? Aranyfejlés. Mondtam, hogy kegyetlen és igazságtalan. Gyerekek, hát ez mi? Ezek meg megadom a pontot. Neki meg miért? Mert most ezt nézd meg, megmutatom meg mindent. Ne, Zsozé! Hát ezt hogy mutatod el, te állat? Nem, mondani kell. Jó, figyelj, ez egy olyan filmben volt, gyerekem, hogy volt az a maszkos pali. Igen. És állandóan széjjel lőtték, de nem tudott elpatkolni. Nem régi film egyébként. 4 éve néztük, igaz anya? 4 éve leszett a vesénket. Maszkos pali, Deadpool? Igen. Az. Ebből a filmben, ez nem is tudom mi ez. Ez egy vicc, Csillikon? Az, akkor ott van, nagyon szép lapítő! Szép volt!
Chimichanga. Gesundheit, senior. És ezzel még nem jön. Hát messze a gyerek. A mikrofonokat hagyjátok ott. Aerobik, konrobik. Urobi, aerobik. Nem. Peti, hasad tudjuk, ott hárman meghallak, tégyek, hogy a megsérülnek. Ne is tedd le a mikrofont. Benne vagy a videóban, te is lépj. Remélem azért benne leszünk az egyik videóban. Most mondja, hogy benne lesz. Na, hála Istennek. Gyere, most mondjad, gyere, itt van a kamera, most mondjad bele a fájdalmadat. Köszönöm. Mi történt bele? Mondjad! Benne lesz. Csak ez most már ilyen vagányú, minden működik. Azt a rohadt! It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know. Szevasztok, gyerekek, lezörgött a Hill Gale Mouse Show. Azt figyeld, milyen sítykóba fog bemenő. Kellőképpen lezsibbadtunk szokásunkhoz híven, a Monsieur Play-hez hasonlóan le vagyunk tekeredve, gyerekek, úgyhogy takarodunk haza. Remélem hasonlóképp élveztétek ezt a videót is, mint a múltkorit. Na, ez már be, Pudva, bazd meg! Szevasztok, srácok, hello! Bemutatom nektek Pudvát. Hello, Pudvás! Nézd be! Pudva! Bazd meg, hát többet eszel már, mint egy víziló. Bírjál már ki egy szereplést, rohadj meg, hát. Nem bírja a szereplést, nem tudom mennyi szélzaj van, srácok. Szevasztok, srácok, csőváz mindenkinek, hello. Szóval nagyon sok mindent kaptam tőletek, és ezekről fogunk beszélni egy picit. Az van, hogy ez diópálinka, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a srácnak, akitől kaptam. Mindig ilyen rendezvényen találkozunk olyan figurákkal, akik, hát hogy is mondjam nektek, ilyen nagyon szerények. És ilyenkor az ember szíve egy kicsit összeszorul, ahogy előtted áll egy kis szatyorkával, amit neked hozott, és legszívesebben, nem is tudom, szóval elég nehéz. Faszom tudja, mit kell mondani. Mindegy. Szóval érted? Érted, amit akarok mondani. Amiben van egy fantasztikus ördögszar. Így, hello. Van benne csoki, süti és egyéb ilyen apróságok, ami minden jósággal elhalmoznak minket, gyerekek. Na és vannak ilyen nagyon szerény nézők, akik jönnek ilyen kis szatyorkával, és az ember nem is nagyon tudna mit mondani, ugye azon kívül, hogy köszönöm szépen. Ezek a legmeghatóbb pillanatok talán, amikor valaki annyira szerény, hogy az elképzelhetetlen. Persze van a másik típus, aki azt sem mondja, hogy izé, hello, csá, egy képet akarok, bazd meg, vagy valami, odaslattyog, és mintha egy szobor lennél, melléd áll, és szó nélkül nyom egy, lő egy képet. Amivel nincsen semmi baj egyébként, de nyilván a szerényebb verzió az sokkal kedvesebb. Szóval kaptam rajzot, levelet, fiatalabb korosztály, volt minden, mint a búcsúban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, srácok, mindig élmény találkozni veletek, most tiszta MC-be vagyok a sapka miatt. Jó, mert itt van Zsidi. Úgyhogy ez van, srácok, nagyon szépen köszönöm a cuccokat. Szóval nehéz kifejezni magadat, bazd meg. Úgyhogy ez van, srácok, a lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm azt, hogy tulajdonképpen találkozhattunk. Én is, és hatalmas élmény volt veletek találkozni, mindig az. Úgyhogy pacsi nektek, szeasztok, szeasztok. És a szerényeknek meg külön pacsi, bazd meg. Külön pacsi nektek, meg aki annyira zavarban van, hogy remeg a kezébe a telefon. Semmi szükségre. Nagy királyok, ti vagytok a legnagyobb királyok, esküszöm. Komolyan mondom, gyerekek. Ugye pacsi nektek, szevasztok, hello.
Hallod, még azt elfelejtettem mondani, hogy most centrizik az a kibaszott mosógép, de ettől függetlenül még valakitől kaptunk egy 3 méter kolbászt is, úgyhogy annak is hatalmas pacsi baszod.